Hello, hello mindenkinek, kellemes délután, estét kívánok, remélem, hogy jól telt a napotok, vagy legalábbis eltelt valahogy, hogy akkor most így a nap végén egy kis önfelett építkezéssel vezessük le a felgyülemlett feszültséget. Ja. Tudom, Hitment ígértem, és egy utolsó szemétláda vagyok, de ezt még mindenképp szerettem volna így tető alá hozni. Egyrészt akarok egy kicsit így demózni, hogy így fest jelenleg a Dyson gömböm. Másrészt el akarok repülni a fekete lyukig, vagy a neutron csillagig. Vagy. Igazándiból tök egyforma messze vannak, rohadt messze. Ami a rohadt messze. Tehát a fekete lyuk, nem, a neutron csillag az 46 fényévnyire van tőlem. A fekete lyuk meg 45-re. És ugye a nagy kérdés, hogy fekete lyuk, vagy neutron csillag. Szép jó estét! Ó, köszönöm szépen a hostot. Na ime, itt megyünk. Ez a hatalmas nagy panel itt. Ez már a Dyson gömböm, amit próbálok utolérni. Mert hogy kb. Alapjáraton olyan gyorsan megyek most, mint amilyen gyorsan ez kering. És így rájöttem, hogy hogyan tudok paneleket akasztani közé. Nagyon menő egyébként, tényleg nagyon menő. Tehát, hogy ott most épül már a következő taktus, ott, és már ott lövik fel hozzá az építő elemeket. És annyi a dolog lényege, hogyha én ott a meglévő elemet így kijelölöm ezzel itt, és azt mondom, hogy építsed, akkor ez itt mindjárt elkezdi beszummonálni az itt lévő millió egy tucat, na jó, annyi nem, de nagyon sok kis napvitorlát, és ebből ezekből építi fel. Igen, és ott ezek a kis kékek már megindultak, tehát így bevonzák ezek a részek, vagy ezek a csatlakozási pontok, a napvitorlákat oda szépen, és akkor ilyen tök szépen néz ki egyébként, tehát hogy így onnan is megindultak a napvitorlák az irányába. Igen, most így repkedünk a nap körül. Szia, Tomi! Igen, ott épül egyelőre a frame. És ott meg már elkezd így kiszipolyozni, így kirántani a gravitációból a napelemeket. És ezek az elemek ott így magukba szippantják őket, így beszittyózza. Már megindult szép lassan az összes. Ott meg folyamatosan lövöm föl őket, igen. És ez így tök jó. Tehát én nem is gondoltam volna, hogy ez lesz a megoldás, mert az így rendben volt, hogy így föllövünk kismillió tucat napvitorlát, amik így keringenek, és akkor így sok kicsi sokra megy alapon, küldik nekem az energiát. De az viszont eszembe se jutott konkrétan, hogy ezeket fogjuk berántani, de tök logikus. Eltüntetem? Hát nem hiszem, hogy eltüntetem, tehát nem tüntetem el, csak eltakarom picit, hogy lefogjam az energiáit, és akkor nézzetek, csak ott szépen oda beficsorodnak ezek a kis elemek. A négy sarokba. Hopp, és itt jön a beszummonált kék napvitorla. És ahogy így ezek ott szépen beparkolnak, úgy fog kialakulni a vászon. Igen, de a távolról néz még ki nagyon jól. De durva, hogy milyen hatalmas.
Igen, és akkor így leráncigálom szó szerint a rajból a napvitorlácskákat. És akkor így szép lassan elkezd épülni a keret. Csak még ott be kell kanyarodjanak. Igen, azok ott, amik ott beparkolnak, azok meg a fellőtt modulok, és hopp, ott megépült egy újabb rész. Egy újabb rész az egészből. Az meg ott be fog kanyarodni, és akkor ott a saroktól kezdi el építeni. És próbálom utolérni. Igen, ez is itt mindjárt beér. Hát azért kell egy-két perc, amíg így egy napvitorló leér a rajból. És akkor várjunk, csak az a baj, nem tudok nagyon lassítani. De ott mindjárt nézzük meg. Kicsit távolabb megyek. Távolabbról talán többet látni. De így szép lassan így ki fogjuk feszíteni. Itt ott megjelentek az elsők. Nézzétek, ott épül. Hogy folyamatosan rántom le a rajból őket. És akkor ebből ki fogunk tudni tenni egy ilyen hatalmas nagy napelemet. És ez így folyamatosan épül. Na most így test közelből nézzük. Ja igen, át tudok menni rajta azért, tehát hogy... azt a nézzétek milyen hatalmas így. Nem is látszom. Hát azért szép mennyiség kell lehez, na. Na és távolról meg így néz ki, hogy így tényleg így leszakítja őket a napról, és akkor így betölti kézi. És akkor itt tudjuk nézni, hogy írja, hogy a 150 frameből 61 van bent, és 2 van úton a középső szám, és a cellapontok pedig 1184-kel, és egyelőre 58-at épített be, és további 120 van úton. Tehát, hogy 120-asával építi be a cellákat. Ez a lényeg. Hát igen, a Dysongon megépítése azért az maga után vonja, hogy a napnak a sugárzását azt elvonjuk a bolygóktól, és akkor milyen hatás lesz a bolygókra. Ezért és célszerű ezt úgy építeni már, hogy nem a saját anyabolygód naprendszerébe, ha teheted. Meg hát eleve, hogyha egy civilizáció már Dysongot épít, akkor már miért ne tudná megcsinálni, hogy nem a saját napját árnyékolja le? Hopp. Na, itt volnánk. Hazaértem. Na, alapvetően meg kell tenni még pár intézkedést. Igen, már 3 ilyen kilövő állással lőjük fel a cuccost. Itt készül hozzá az energiatöltet. Itt már 2 ilyen űrhajógyártó van. Hát így szép fokozatosan skálázzuk fölfele azért. Alapvetően ami kellene nekünk, ez a graviton lencsegyár, amihez gyémánton van, viszont az a strange matter, az a zöld tégely, az nincs. És annak oka, hogy a strange matterhez kell particle container, részecskegyár, amihez meg motor kellene sok, mert azért nem gyártjuk. Na most, mert egyszerűen az a zöld motorgyártás az úgy kicsit befulladt nekem. Erre a célra azért tettem már óvintézkedéseket.
Hú, valahányszor elrepülök itt, mindig is éjszaka van, ezt nem is értem. De most az a baj, hogy tényleg ezt a Super Magnificent Ringet ezt nem gyártjuk eléggé. Illetve olaj is csak úgy, vagy mi ez már, kénysav is csak nyögvenyelősen gyűn. De ami a nagy probléma az ez. Ez itt, hogy ez gyakorlatilag nem kap motort. Úgyhogy ezt kell valahogy megoldani. Én már elkezdtem a... Nézzük így, ez szépen néz ki, itt ilyen felhőkarcoló sorakoznak. Ja, ezt mutatom, a déli pólusra is raktam egy ilyen kis napelem fellövő együttest. Jó, még nincs körbeépítve, de ez ilyen kis autonóm. Így, ezzel az egy sugárbegyűjtővel. Akkor innen is lövik föl éjjel-nappal most már szinte a... Ja, onnan éjszakról lövik, ha meg nem éjszakról, akkor délről, és ez itt tök jó, tök rendben van. Na, ez még a brutális, hogy innen látszik a Dyson gömb. Jó, mondjuk így a nap azért sokat kitakar belőle, meg nem felénk pörög, de... igen, egyébként azt is ki lehet számolni, hogy így az a része nyíljon ki, ami a bolygó felé esik. És akkor kap napfényt, de ez mondjuk nehéz. Illetve láttam még egy olyat is, hogy valaki több gyűrűt csinált, tehát gyűrűt, és azok így egymás körül így keringtek, mint valami, nem tudom, valami óriás giroszkóp, vagy nem is tudom. A napelemek nem romlanak, ha már így be vannak építve. Tehát, hogy így már forever az élettartom. Igazániból az a baj, hogyha csak az űrbe sodródnak, akkor értelemszerűen feladják a harcot egy idő után. Na, nekünk ez a motor kellene, mert rezünk az van, mint a szemét. Motor viszont nincs. Igen, ez itt a gond. Csak az a baj, hogy a motort is honnan az életből hozom be. Na mindegy. Oldjuk meg, aztán irány a fekete lyuk. Adhara 4, hol vagy? Na, közben kiírok egy szavazást. Hogy hova menjünk? Fekete lyukhoz, vagy neutron csillaghoz? Jaj, ezt nem akartam! Nem ezt akartam. Jó, érjünk földet, aztán irogatok én itt. Na, földet érés. És nem lesz mindegy. Jó, egy mennyi? 10 perc? Jó, azt akkor maximálisan. Na, akkor van egy szavazás, és akkor addig én itt teszek-veszek. Addig tudtok szavazni, aztán... Jaj, de szépen befordultak ezek.
Ez az a cucc, amiből sose lesz hiányunk. Tehát hova menjünk? Fekete lyuk, avagy a neutron a csillag? Lehet, hogy ezt így kézzel építem meg. Ó, nem, ez meg kell, ez a szütyök. Itt is felszaporodottám ez a cucc. Hát mennyit azért egy 400, ebből is kiveszünk. Igen, a neutron csillagból fekete lyuk lesz előbb vagy utóbb, az igaz. Viszont ez így nincs benne a játékban így explicit módon, szóval kénytelenek leszünk megnézni mind a kettőt. Ha látni akarjuk a különféle végstádiumaiban feltéve. Csak van nálam egy ilyen, az tök jó. Egy ilyet mindenképp kell, tehát... Nézzük csak. Kell egy olyan, ahol savas a közeg. Mert kell nekem még pár ilyen cölöp. Ja, de azt nem, ezt be kell hoznom. Jó, akkor mindegy is. Akkor hazalippenek. Azért így távolról se néz ki rosszul. Na igen, tehát olyan nagy tömege lesz a csillagnak, hogy konkrétan így magába roskad. És így rántja magával a teret meg az időt, legalábbis ezt gondolják. Ezek ilyen tök érdekes dolgok, hogy hogy működik az univerzum. Aztán csomó minden van még, amiről aztán halványul a sejtésünk sincsen. Na, ide is kérünk egy ilyen részletet, úgy. Oda is megindulnak mindjárt a rajok. Így rajoskodik. Rajoskodik ez a Dyson gömb. Nézd már, ott rajoskodik. Mire vág így föl?
gondolunk, puty. Ja, ide csináltam egy ilyen deutérium hasító részt. Itt azért már elég tisztességesen jön a deutérium is. Ilyen 30 pluszból. De ez is egy olyan dolog, mint a napelem, hogy akár az egész bolygót beépítheted vele. És még akkor is van hova menjen. Az a baj, hogy ez nagyon kevéske. Csak keresünk egy olyan rendszert, ahol van savas. Nem, ez nem savas. Nem, mit hova megyek? Van savas tenger, csak nem, hogy nem Alniádban, nem, ott nem savas. Jó öreg Alniát. Alpha Country, na, hát ott van sav. Ott van sav, akkor irány Alpha Country. Megyünk Alpha Country-ba. Igen, van marhaj rendszer is. Jó, viszont akkor kell nekem egy ilyen mindenképp, egy vízipumpa. Nem szén, hanem beton. Jó, valamit berakok már, mert ennek a felesett tréfa. Fél életünk azzal telik, hogy várom az aksit, hogy töltődjön. Jó. Ó, és látjátok, milyen kevés ez is. De mindegy, aksira gyúrunk most. Azt hiszem, a neutron csillag állt gyerésre. Sajuk gondoskodott róla. Jó, akkor neutron csillaghoz megyünk. Eldőlt. Köszönöm a szavazatokat. Nélkületek nem jöhetett volna ez létre. Át is írom. Között. Irány a... Neutron csillag. Oké. Okay. Átírom a közvetítés címét, nehogy véletlenül valaki azt higgye, hogy itt izé átverés áldozata lett. Hernyó talpas szamuráj, köszönöm szépen a csírt. Üdv neked is.
igazániból azon görcsölök, hogy még ilyen cölöpöket tudjak gyártani. Akkor megnézzük Alpha Country-t és hozok haza. Á, ott is van. Szép azért ez a kék bolygó, vagy zöld bolygó, kinek hogy. Na, szakadjunk ki a légteréből, és go! Sütj! Ott megy a Dyson gömb. Fúgy! Alpha Country, jövök. Optical kristály. Na nézzük ezt a rendszert. Óceánvilág. Ó. Ez kell nekem az egyes. Az óceánvilágot is megnéznénk egy kicsit. Csak így madártávlatból. Közben rakok be egy adagot töltik. Ja, de töltikézek, akkor nincs gond. 4 gigajoule, ami ott benn van az aksiban. Az több, mint elég. Nekem most olyan 3,2 gigajoule az energiám. Lassított, de semmi gond. Parítja manőver. És kitépünk. Jó, ez a parítja manőver csak éppen nem parítja manőver volt, tehát hogy semmi lendületet nem vettünk rajta. Na, elmegyünk a nap mellett. Szép piros napocska. Ó, hát nem érdemtelenül népszerű most ez a játék. De ez szerintem van olyan jó, mint a Factorio. Ami azért baromi nagy szó. A Factorio az egy műremek. Oké. Na nézzük, mi van ezen a bolygón. Sok vas. Meg réz. Meg kénsav. Jó, a kénsavért jöttem. Például, hogy találok kénsavat. Ki tudom fejteni. Ezekből a kis medencékben van. Akkor oda is megyek. Tudott.
ez lesz az optimális szobra, de... Mennyi kell egy ilyen... az ötvözethez? Titán ötvözet, az a baj, ezt nem tudom replikálni. 8. 320, basszus. Ez jó sok. És már le is merültünk. Aha. Neutron csillag lett. Egy neutron csillaghoz fogunk menni. Tíz, kettő, négy, hat, nyolc, húsz. Kettő, négy, jó. Ez így fapados lesz, de működni fog. Ja, a címet azt frissítettem. Nem fekete lyuk, hanem akkor neutron csillaghoz megyünk. Ja, de nem a Kanszi 2-höz megyünk-e? Hol az istenbe vagy? Alpha Kanszi 3-hoz. Jó, a nap viszont adott lendületet, hála istennek. El is vette. Amit a nap adott, azt el is vette. Jó kis út lesz, érzem. Na, azt fogom csinálni, hogy betűti kézem ezt, itt van egy szállítóegység, és futok egy-két oda-vissza kört. Hopp. Ó, sikerült maránylag jobb be is csapódnom. Remote supply. Mi a rosszabb hibázik? Azt mondanám, hogy ja, de ezt nem is így csinálják. Oh,
még jobb. És azt mondanám, hogy ebbe tűtikézek ilyen cuccokat. Ehhez mi kell? Ez vas kell. Ez a pudva kell. Meg titánium. Na most titánium szerintem az ott is volt. Alpha Cancri 1-en. Ja, volt. Fém is van, úgyhogy... Ha itt tető alá hoznék egy ilyen rendszert, akkor az lehet, hogy sokkal jobb lenne. Hosszú távon. Ja, és akkor nem ezt a szart hozom át, már bocsánat, a kénsavat, hanem egyből a végterméket, a titán ötvözetet. És ez simán működhet. Csak sok kénsavat kell hozzá kiszedni. Nem, ebből egyet meghagyok. Most egyébként csak azért gürizek, hogy még egy ilyen kilőállomást tudjak csinálni a végén. Mert ha elmegyünk a neutron csillaghoz, oddan akarok egy hazautat. Nézzük. Titánium van ott. Fém van ott. Teljesen jó. És akkor mi kell ez a csodához még egyszer? Titánlap. Steel. Smelting facet. Háromból csinál egyet 3 másodperc alatt. Ez 10-et bányászik. Akkor 210-et elosztjuk 60-nal, az mondjuk 4. 1, 2, 3, 4, ennyi, nem is kell több. Hova húzom én ezt a sok szemtet? Kösz. Magamtól erre rá nem jöttem volna. Jó, és nem es egyszerűséggel, csak átpakoltatom az egészet. Úgy. Nem, csak így át tudom pakolni? Nem, egyel odébb. Jó, hát ez a bánya 4-et lát el, de csalóka, mert tehát ez az egész kinövés 1-nek minősül egyébként. Tehát hiába telepítek köré több bányát, ezt egyébként nem egészen értem ezt a logikát, de akkor így elosztják a termelésüket. Tehát ha most 2-10-et rakok, ha még egy bányát köré építek, most ez 2-10 helyett akkor 105-öt fog termelni, értitek a logikát?
bikázzuk be. Az rendszert adjunk napelemeket. Dögivel, de akkor azt már az egyenlítőre kéne valahogy. Ja, itt szépen. Ez az porázsra. Tömegtermelést lenne jó megcsinálni valahogy, vagy tömegépítést. Ez kvázi az a része, amit itt tudnék feledni. Vagy hogy is fogalmazzak? Nem érzek valami hatalmas nagy kiülégülést abban, hogy egyesével kell ezt itt végig kattingatnom. Fogyott az napelem? Nem. Jó, ez már csak elég lesz mindenre. Jó, ez pipa. Akkor el kell vinnünk a titánig. És... pont, hogy maradt elég. Ó, 700, 600, 600. 580, az tökéletes lesz. Kettő 94, na nézzük csak, kettőből csinál egyet, ez 30, tehát a 294 mondjuk 300-ból lesz 150. Ez 150 titánlaphoz, ez 5 darab termelőegységet jelent itt nekünk. Egy, kettő, három, négy, öt. Jó, ez egy kicsit sok. Sokáig el lesz. Hát és ezt elviszem ide a kénysavas medencéig. Tutorial azt írta, hogy egy ércet egyszerre több bányászgép használ, akkor mindegyik ugyanannyit fogyasztja, így hamarabb elfogy, mint hogyha csak egy használná. Viszont, aj, most elment az áram, basszus. Hmm. Na,
rakok még ilyeneket. Settingsben God mode. Gameplay. Controls. Nézzük csak egy pillanatra. Megjegyezzük ezt a funkciót. Jó. Na, és akkor ebben kapunk rohadt sokat a mindenből. És akkor az kell ide nekünk, hogy... De mennyi készül ebből? Szekundum az azt jelenti, hogy 20, mondjuk percenként 20, de nincs jól optimalizálva, úgyhogy igazándiból mindegy is, de percenként 20. Az azt jelenti, hogy 4, 5. Ilyet gyártunk a 12 másodpercenként, és pont annyi. Jó, akkor 4 ilyet tudok ellátni ebből, akárhogy osztok, szorzok. Jó, akkor megkaptok mindent. Mi? Ja, hogy ez már megtelt, jó. Gyorsan, mert megy az idő. Hú, azért ezt a God módot itt szokni kell.
és ezt a savat meg akkor a menübe rakom be nagy tételben. Akkor itt hagytunk is neki egy kis buffert. Csak be kell bikázni a rendszert. Nem tudom, lehet, hogy ezt a guard módot visszakapcsolom, mert így nem tudom, nem ehhez szoktam. De amúgy nem hülyeség, abszolút nem hülyeség. Nézzük. Most aksiról megyünk. De nem pakoljuk még ki. Hoho. Szép. Na. Végre. Köszönöm. Köszönöm. Istenem. Köszönöm. Csak ezért szopok. Mióta. Termelni fog. Az biztos. Oké, és még egy ilyet akarok párat megcsinálni. Nagyon jó. Na jó, akkor gyermekeim az úrban. Feladatunk hazaveretjük. Pakolunk magunkkal napelemeket, dugig. Visszünk magunkkal a bányászathoz szükséges dolgokat, és aztán megyünk a neutron csillagig, és meg se állunk. Ezt most elpakoltam. Jó, jó. Egész jó dolgot setupoltunk itt fel. Ez most egy hosszú távon egy nagyon jó kis beruházás lesz szerintem. Csak majd ide is kell tenni egy űrkikötőt. Alnyat Adhara, vissza. Mennyi idő lesz eljutni? Bassz. Minimum 5 perc, de mivel az aksi töltése is számolni kell, ezért én azt mondanám, hogy egy 20 perc biztos benne lesz. Attól függ, hogy milyen gyorsan tölt vissza az aksim két szünidő között.
bolygót be kellene tudni jobban lőni. Apropó, 1,39 gigawattot termelünk, és már ott befejeződött az a cella. Nagyon jó. Nagyon jó. Közben építek egy újabb egységet. Szuper, bevágottam ide. Egyébként minden most arra megy rá, hogy ezt a részecske tárolót meg tudjam építeni. Jó. Ez akkor itt pipa. Hoztam magammal ilyeneket, úgyhogy most a részecske tárolóba is beletöltök egy adagot. A dzsuva nélkül, a sáv nélkül nem történik semmi. És hát itt csinálnám a Strange Matter, csak nincs hozzá részecske tárolóm, sajnos. És akkor itt megborul az egész történet. És ha itt megáll a télugrás, de menő, ahogy így jön fel a horizonton a Dyson gömb, nézzétek! Nagyon brutális. Na, milyen szépen fénylik a robot. Na nézzük. Lehet, hogy már egyből ilyet csinálok. Egyet, ez azért elég nagy területet lefed. Ez meg mi kell? Ilyen akármi, ez meg üveg, jó. Nincsen sem ennyi kvarcom, se. Ja, hogy ehhez kő kell. Ó, hogy ez a... Jó, történetesen kövünk azért még akad. Valamerre. Húha, hát ezt azért így lefölözöm rendesen. Kő valamerre, kő. Az a baj, hogy ezen a bolygón sok mindent termelek, de a kő az nincs köztük.
sütőhöz. Igen, ez a fány, a kavics. Fémla. Na jó, beállok gyorsan töltőre, és közben csinálok egy leltárt, hogy minden meglegyen, mert vissza nem jövünk, az biztos. Na jó, nézzük. Ez kuka, abból a kőből majd még csinálunk dolgokat. Na, motorokat betöltöm, az biztos. Itt van nálam a logisztikai állomás, napelemek, lesz nálam vezeték, az lesz nálam, mert ugye az lesz nálam, mert ugye lesz nálam. Ki tudja, hogy mire kell számítanunk. Vezeték pipa, bányagép pipa, futószalag, azért még hazaugrom mindjárt, és rohadt sok aksi, ami kelleni fog. Ja. Meg van nálam pár szállítóhajó is, úgyhogy azokat rögtön be tudom tankolni. Uh-huh. Jó. Ja, meg tároló konténer, tényleg az gyártsunk már. Párat. Meg ilyenből is. Még ilyen ezzel. Szépen tele a Q. Ezt is gyártom ám. Szeretem, amikor csak ide kell jönni lefölözni a dolgokat. Mi? Ez miért állt le? Mi hívánzik? Ú, hogy ez a tároló? Jaj, ne csináljad. Ez hol fogyott el és mikor? Termelünk ebből eleget. Ja igen, mert hogy hiányzik hozzá az ötvözet. Jó, akkor itt megvan ez a szűk keresztmetszet. Nem baj, nem baj, nem érdekes. Átmegyek gyorsan, veszek még magamhoz egy kis futószalagot. Ott feltöltök, és utána megyünk is. És már minden megvan. Így. Jó, erre visszafele volt, azt hiszem. Na jó, akkor most már csak fullos aksikkel és mehetünk.
Lesz elég energia. Jó, hát nem egy lendületből fogunk oda menni. Remélem senki sem gondolta. Ebben van minden. És maradt még pár szabad inventory slot is. Na, addig megnézzük, hogy a Dyson gömb hol tart. Itt most készül ez a cella. Itt majdnem készen van egy fullos gyűrű, még ide kell 150 meg 150, igen, még 300, ja, meg ide is hiányzik. De szerintem ide be tudjuk már rakni ezt? Ja, ide már gyűjthetjük. Most ugye azért torpant meg a gömbnek a fejlesztése. Igen, ott így szippantja be kis napelemeket, mert odahaza a bolygón elfogyott megint egy összetevő, egy kulcs összetevő. Na, megvan! Akkor felkészültetek? Nézzük. Neutron csillag volt, igaz? Alpha Country, jó, az ott van egy szép lassan. Wow. Hol vagy? Ott a fekete lyuk, és ott a neutron csillag. Oda megyünk. Mi ez? Neutron Star NTR. Jó. Nézzük, tájoljunk egyet gyorsan. Jó, hát gyakorlatilag erre fele lesz. Újabb tájolás. És az a durva, hogy itt minden ilyen kis pötty valamit csillag tényleg. Ah, ez az. Talán az. Nem. Jelöljük már ki. Nem hiszem, hogy nem látom ezt a hatalmas nagy neutron csillagot. Pedig az órunk előtt van csak kicsit le. De Scuti. Jó, a Theta Scutit azt látom, és ott kell legyen valahol mellette. Csak innen valamiért nem látszik. Ah! Ott volt a sötétben. Megvagy. Oké, go! Na, 21-kor indultunk, 7-21-kor, megnézzük, hogy mennyi idő alatt érünk oda. Kerülni kéne a többi naprendszerrel való érintkezést, csak azért, mert azok belassítanak. Most itt 12,5 napföld távolság per másodperc az útirányunk, tehát az azt jelenti, hogy a fény az hány perc alatt ér el a naptól a földig? 3 vagy 8.
Durván 8 perc. Igen. Tehát a fénysebességnek sokszorosával, durván sokszorosával megyünk. Ezt valaki számolja már ki. De hogy ha a fény 8 perc alatt teszi meg, akkor mi 1 másodperc alatt a 12 és félszeresével szor a 8 perc. Tehát egy 8-szor, 6-szor, 8-szor, 480-szor 12, na most fogyok ki. Jó, addig matekozunk. 12, 480-szer 12 és fél. Ennyi szeresével megyünk a fénysebességnek. El kell osztani 8-al? Már nincs csak. Nekem mindig bajban vagyok. Ja, igen, el kell osztani 8-al. 12,5-szor 60 per 8, igen. És ez mennyi? Majdnem 94 szeresével megyünk a fénysebességnek. Az nem rossz. Hát, mondom, laza százszoros fénysebesség, azért... az úgy büntet. Jó, de Scootit azt látom már megint, de... hova tűnt már megint? Egy neutron csillagot hogy lehet elveszteni? Szem elől! Kérem! De tényleg, mint hogyha... egy fekete lyuk lenne valójában már, és nem is neutron csillag. A neutron csillag nem valami fényes. Hát viszont rohadt meleg. Az biztos. Mert ha megnézzük... bár nem ír infót. Ja de... igen, rohadtul meleg. 49.545, vagy... csak az ott vesző... nem, az 49.000 szerese a hőmérséklete. Hú, akkor az ott... oda megyünk és így elporl... áh, meg vagy. Na, megvagy, most már nem veszítelek el szem elől végre valahára. Igen, kicsik, viszont iszonyat energia van bennük. Most azt nem emlékszem pontosan, hogy azok hogy születnek. De az is kb. Valami olyasmi, hogy így összesűrűsödik, és akkor így beindulnak mindenféle reakciók a... kozmikus törmelékbe, és akkor a végeredmény egy neutron csillag lesz. Térváltót remélem hozok. Hozok, jó van. Megnyugodtam. Most meg kell várnom, hogy az aksi az föltöltődjön. Sajnos még nem fejlesztettem ki a jobbat, mert az nagyon költséges. Mert ez kell hozzá. Ez 3000 kell ebből a zöld matériából, amihez meg kell a chip, meg az a
graviton lencse, vagy mi a túró. És ahhoz meg kellene ez a részecske tároló. És részecske tárolóból jelenleg nagyon gyatra a gyártás. És tehát utána olvastam, az a monopólusú mágnes, ami kell a részecske tároló könnyebb gyártásához, az viszont csak a fekete lyuk vagy a neutroncsillagos rendszerben található. Ha kifejlesztettem volna egyébként ezt az univerzális felfedező modult, akkor látnám őket és meg tudtam volna keresgélni, de most egy kicsit utána mentem a dolgoknak. Mindegy, de ez nagyon kéne, hogy gyorsabban termeljek vissza áramot. Egy rendes csillag a halálakor neutron csillaggá eshet össze. Na, tessék. Már is megvan a kérdésre a válasz. A neutron csillag jóval kisebb, mint a nap, de akár háromszor akkora tömegű lehet, vagy még több. Automod már megint a hőszóra agrózott az automod egyébként. Vicces. A neutron csillagban van gravitációs erő, ami húzza be a molekulákat, illetve a fúzió miatt hő által keltett nyomás ellensúlyozza ezt, tehát ami kifele húzza. Viszont ha már nagy a vasaránya a csillagban, tehát így használódik el kvázi a fúziós hajtóanyag vagy üzemanyag, csökken a fúzió, így egyre kevésbé tudja a gravitációt ellensúlyozni, ami ugye a benne lévő behúzást jelenti, így idővel összeomlik egy neutron csillaggá, vagy ha elég nagy a tömege, akkor fekete lyukká. Jó, közben mindjárt feltöltődünk, úgyhogy akár útnak is indítom a következő etapot. Most 27,33 fényévre vagyunk. Szerintem ezzel a lökettel egy jó tízest azért le tudunk belőle foglalni, szóval még egy ilyen szünet az lesz benne. Na go! És hangsúlyozom, most kvázi a legerősebb üzemanyagommal folyamatosan után töltök. Hogy érezzétek a törődést. Kíváncsi leszek, milyen lesz. Mit meg nem tesz az ember? Egy neutron csillagja. Csak ott ne ragadjunk. az funky lenne, ha ott ragadnánk. Akkor egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú visszaút. Az kb. Olyan lenne, mint a Star Trek Voyager. Azok is ott ragadtak a Delta kvadrásban, ugye, és akkor arról szól a 3 vagy 4 évad, hogy így próbálnak visszajutni. Na, egész közel megyünk. De még egy kitérő, még egy szünet kell lenni fog sajnos. Egy WC megálló.
valamit erre még ki kell találni a játékba, tehát hogy ez az utazási idő még lecsökkenthető legyen. Majd idővel, hát Early Access azért a varázslat ugye adott, hogy előbb vagy utóbb ez is belekerülhet esetleg. Na, kezdjünk töltékézni. Neutron csillag nem abból nyeri az energiát, hogy fúzionál, hanem hogy akkora nyomás van, hogy már elektronokat présel protonokba, amiből neutron lesz. És akkor innen a neve. Na, mindig tanulunk újat. Mi történne, ha a nap megszűnne létezni? Hát mi is megszűnnénk létezni jó eséllyel. Meg nagyon hideg lenne. Az van, hogy vannak ezek a csillagok, és egyszerűen akkora energiájuk van meg minden, meg olyan hosszú életűek, a mi szemszögünkből nézve legalábbis, hogy komplett világok, ökoszisztémák alakulnak ki rajtuk. De úgy veszed, tehát minden csak nézőpont kérdése, tehát hogy vagy te egy emberi lény, és rajtad mennyi és mennyi baktérium, mikroorganizmus, meg ilyen kis rovar, meg ilyen nagyon pici ilyen élősködők, meg minden laknak, akiknek konkrétan te vagy az Isten, tehát a mindenség. Tehát nem ismernek dolgot rajtad kívül. És így, amíg te vagy életedben, ki tudja, mennyi generáció cserélődik le belőlük. Tehát, hogy így mondom, minden csak nézőpont kérdése. Tehát te magad is lehetsz egy nap ilyen szempontból. És ki tudja, lehet, hogy a nap is igazándiból lehet egy csak egy nagyobb organizmusnak a része, aminek mondjuk csak egy sejtjének a hajtómotorja. Sejtjének a sejtmagja körül létezünk, kvázi. És az egész galaxis, meg az egész univerzum, az valójában egyetlen egy hatalmas nagy organizmus, amit akár nevezhetnénk Istennek is. Most vallástól függetlenül, tehát, hogy így, értitek, tehát egy nagy organizmus van, vagy több nagy organizmus, és ezek mind istenek, és akkor bennük létezünk, és akkor így igazándiból a mitológia, meg a bibliai megfogalmazások is így értelmet nyernek, hogy így Isten ott van mindenütt, és mindent áthat, körülvesz, és akkor igazándiból az lehet, hogy erre utal. Hú, nagyon-nagyon messze kerülünk itt. Ahogy így az űr mélyén utazunk. Jó, eljöttem már ugye a központi kvadrástól szépen. Huszonegykor indultunk, tehát már 15 perce jövünk. Mondom, egy jó 20 perc lesz az út. Mert maga az út egyébként 3 perc lenne hipersebességgel, csak ugye az aksim nem bírja. Ó, szerintem nem így kell hozzáállni, hogy abba kell hagyni, mert lehet, hogy a következő frissítése jelentéktelenné válik, vagy lesz rá jobb megoldás. A lesz rá jobb megoldás, az biztos. Az, hogy jelentéktelenné válik, az nem frissítés függő, hanem az, hogy neked aktuálisan a gyáradban mik a prioritások, meg milyen a termelési láncod. Logisztika. Szerintem az fordulhat elő, hogy egy frissítés következtében mondjuk máshogy kell adott dolgokat, vagy máshogy lesz optimális adott dolgokat megcsinálni a játékban, vagy esetleg könnyebb lesz, mert lesz rá mondjuk más kezelőfelület, új beállítási lehetőségek, vagy olyan segítség még, ami könnyebbé teszi. Például akarnak még ezen, vagy a következő héten legkésőbb, most 11-én lesz a kínai új év, az 10 nap múlva van, 9, tehát jövő hét közepén,
és addig még ki akarnak tolni egy upgrade lehetőséget, tehát hogy az épületeket tud fejleszteni úgy, hogy a jobb változatát csak ráépíted, és nem kell előtte elbontani, az tök jó. Akarnak valami kezdetleges logisztikai menedzsmentet, tehát hogy meg tud adni az űrhajóknak, meg a szállítóknak, hogy hogyan mozogjanak, milyen sorrendben, hova menjenek, hol álljanak meg, hol ne álljanak meg, mit szedjenek föl, mit hagyjanak ott, stb. Tehát ennek úgymond a kezdő löketét, meg valamit még írtak, most az nem jut eszembe pontosan, hogy mi volt az, de benne van az egyik ilyen bejegyzésben. De tök jó, tehát és annyira rápattantam most erre a játékra, hogy minden nap szinte jön valami apró kis frissítés hozzá, valamit javítanak, vagy valamit optimalizálnak, és mellette így írják, hogy mikre lehet számítani a közeljövőben, és így tökre izgat, hogy mi történik tényleg a játékban. Igen, kijön a blueprint patch. Jó, hát aki most elkezd ezzel játszani, az azzal számoljon, hogy minimum egyszer kell újra kezdenie majd. Minimum egyszer. De, tehát hogy ezt úgy kezded újra, hogy élvezettel. Tehát, hogy a Factorio-ba is emlékszem, van nekem 2-3 újrakezdésem, vagy lehet, hogy 4 is. Az első volt egy ilyen viszonylag kezdetleges, de nem, lehet, hogy többször is újrakezdtem. Az biztos, hogy az elejét már jó sokszor végigcsináltam, mert mindig elfelejtettem, meg kijött valami változtatás, és akkor újra tanultam kvázi. De azt tudom, hogy a Factorio-ban 2 nagy végigjátszásom van benne, és még pár ilyen kisebb, ahol nem jutottam végig. És ez a játék is valami hasonló lesz szerintem, tehát hogy most játszom vele, követem az update-eket, játszom vele, amíg meg nem unom kvázi, vagy amíg ki nem maxolom, olyan szinte, hogy ami nekem elég volt, tehát hogy megépítek fullosra egy Dyson gömböt, vagy lehet, hogy még mindig érdekel, és akkor azt mondom, hogy jó, akkor építsünk több Dyson gömböt, vagy jussunk el arra a pontra, hogy egy Dyson gömböt megcsinálni mondjuk legyen pár óra, vagy kezdek egy újat, és akkor legyen az a kihívás, hogy minél hamarabb megépíteni egy Dyson gömböt. Világrekord kísérlet, mennyi idő alatt építesz meg egy Dyson gömböt ebben a játékban. És akkor kijön majd a combat patch, meg majd az a patch, amikor fogsz tudni építkezni űrplatformokat, és akkor kvázi arra építkezel tovább. Tehát saját bolygót építesz. Cybertron! De jó. Na az biztos egy... Hát szerintem a kombat az egy újrakezdős, az űrplatform az nem. De a kombat az biztos. Na jó, gáz bele, Gizi, oda kell érni. 20 perce, megyünk már. Na, remélem felkészültetek a neutron csillag látványára. Pillanatokon belül megpillantjuk. Nem, a Factorio-t mindig azért kezdtem újra, mert egy ponton túl így belegabajodtam. És már nem győzte az agyam felfogni, hogy mit és hogyan és hova kéne és hogy lenne jó. Aztán mindent, hogy állj, kezdjünk újat. Na, mindjárt ott vagyunk, egy fény év, hú de picike, alig látszik. A fény se hagyja el kis testét. 10 földnap távolság, és... Hűha! Ez nagyon sötét lesz. Itt vagyunk. Hogy ez maga a bolygó. És ott a neutron csillag. De kicsi! De cuki! Na nézzük a rendszert. Strobi. Húha. Na nézzük, mi van itt. Unipoláris mágnes. Fraktális szilikon meg tűzjég. Jó. Ja, és csak egy bolygó kering körülötte. Jó, ezt megnézzük azért közelebbről, ne izguljatok.
az jó messze dobott ki. Hát ezt nem lehetne a valóságban. Ja, és belezuhan a neutron csillagba, ja, valahogy úgy. Nem is tudom, talán az Elite Dangerous-ben van az, hogyha a neutron csillagnak úgymond a csóvájába ott két oldalt belemész, akkor megkergül a hajó vagy szénné ég. És még gyorsulok, tovább gyorsulok, nagyon kemény. Ah, de kibírjuk! Itt a neutron csillag. És ott pörög. De pici voltál. Jó, menjünk oda-vissza. Most berántottam magamat, de... Ja, ez tényleg ilyen műtyűr. Nagyon műtyűr. Ja, hát ez a Mac-e sokat kibír. Ebben meg akarják csinálni, hogy ezeknél a spéci égitesteknél legyenek plusz poénok. Tehát beszippant a fekete lyuk, meg ilyenek. Tehát majd lesz ilyen. Na jó, belevágódunk a bolygóba. Puty! És ott a szép neutron csillag, jaj de szép. Hát ez ilyen nagyon sarkköri cucc, és úgy forog, mint az állat. Ez nem is bolygó, ez egy aszteroida kvázi. Na nézzük meg, hol van az a mágnes. Ott van egy, 3 milliós. És valahol még egynek lennie kell. Á, ott van éjszakon. Tűzjég az van. És ott van a unipoláris mágnes. Ó, megjöttünk. Haha, ez kellett ide nekem. Haha, de jó. Ja, ez tényleg valami nagyon spéci cucc. És ha most belegondoltok, tehát, hogy egy fekete lyuk, vagy egy ilyen neutron csillag, vagy valami bármilyen extrém hely környékén, milyen képződmények, vagy milyen dolgok lehetnek, amiben bele se tudunk gondolni, mert ugye ez teljességgel idegen, ami mindenünktől, tehát hogy így 1,48 millió. Hát ez elég kis apró bolygó. Na jó, lehet, hogy itt a God módot visszakapcsolom viszont. Megnézzük. Hú, azért van ennek pörgési sebesség ennek a bolygónak, nem mondom. Hmm.
Neutron csillagból napelem. Jó, sikerült elcseszni a sorvintát. Tényleg, mennyi a napenergia ezen a bolygón? Az orbitális periódus, tehát a keringés ideje az 21 000, tehát nagyon lassan kering, egy év az baromi sokáig tart. A rotáció viszont 166 másodperc, tehát ez pörög, mint az állat. Mekkora gravitáció lehet rajta, most így belegondolva. Jó, rakjunk le egy-két aksit is. Majd. Ja, de a izét még mindig nem néztem meg, a 146%-os, na erre kifejezetten megéri napelemeket telepíteni. Ó, hát ez így bőséges. Üdös életben nem lesz áramszünet ezek után, nagyon remélem. Őt kérjük ide bele. Nagy tételben. Ennek az egész utazásnak csak ez volt az egyetlen célja, hogy itt ezt a unipoláris mágnes lerakatot kiaknázhassuk. Rakom ide szépen ezeket. Rakok bele amennyit csak a csövön kiférjed. Hát ide nem fogok egy hamar visszajönni, az biztos. Remote supply. Hát nem biztos, ezt el fogom tudni hozni egyáltalán innen. Mármint, hogy elszállítják innen a hajók. Meg kell nézni. Jó, meg lerakunk ide egy ilyen töltike állomást. Ops, na most fogyott ki az áram. Ja. Ahogy rákapcsolódtam a hálózatra, egyből megöltem. Igen, mert ez itt még tölt, mint az állat.
erre nincs jobb módszer. Szépen fog kinézni, nem mondom. Ilyen nap energia öv. És mennyi van még? 96. Ó, hát bőséges. Igen, próbálom körbeépíteni az egyenlítőt. Mondjuk szerintem ez nem lesz, ez biztos nem lesz elég hozzá még napelemben. 21, az 7 még bőven belefér. Hát, ha már lúd, legyen kövér. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Picit elcsúszott, de mindegy. Jó. Hát ez egy ilyen egyharmad egyenlítő azért. Ami azt jelenti, hogy valahol mindig működni fog. Jól értjük? Ez az is már bírja a töltésemet is. Szuper. Igen, és nézzétek, ahogy kell fel a nap, így folyamatosan kellnek életre a napelemek. Nagyon király. Nagyon király. Na jó, akkor a feladat innentől az az, hogy megfogom és annyi, de annyi ilyen unipoláris mágnes pakolok magammal, amennyi csak a csövön kifér, illetve még egy dolog, itt beállítom, ez réz is kell, és a réz az, hát van egy kevés azért, hál' Istennek. Titánium mennyi van, Jézus ereje? 140 millió. Az igen. Na hát ez a bolygó egy aranybánya, gyerekek. Ez konkrétan egy aranybánya. Tehát, hogy ide olyan brutális gyárkomplexumot lehetne erre kis bolygóra felhozni. Tiszta kis herceg. De nem? Kis herceg egy az egyben. Csak rész kell neki. Feltöltött már, nem, még nem teljesen. Na, én viszont feltöltöttem. Igen, a main bus az egy jó találmány, csak így még rá kell jönni ugye az alkalmazhatóságára, hogy célszerű. Hogy és mint.
Olyan leszek, mint a 14. Lajos a napkirály, hogy az én birodalmamban soha nem nyugszik le a nap, mert ugye akkora nagy birodalma volt, hogy ahol már épp lement, akkor a másik oldalon már épp fölkelt és fordítva. Jó, de mondjuk, hogyha ez az űrállomás feltöltött, akkor már nem lesz gond. És nézzük, igen, így váltakozik. Na, miből van ilyen pofátlanul alacsony? Csak hogy minél több szart vihessek magammal. Jó, szerintem ezt a God módot most már ki is kapcsolom. De ez épp, az építése tényleg jó. Hú, azért itt akkora hóvakság lesz, olyan albedó van. Most nézem, nézzétek milyen tök jó ki vannak dolgozva ezek az aksik is. Na, ezt az egyet itt hagyjuk. Ötvenesével, hát igen, az az baj, hogy kevés, kevés lesz. Kevés lesz. Ezt kipakolom még. Ez most kincset érő rakomány, ami itt van nálam, az biztos. Na és feltöltött. Egy dolgot sajnálok, hogy nem tudok távolra logisztikai megrendeléseket, tehát hogy most így most hazatelefonálnék, hogy te figyelj! Adjatok már utasítást itt a srácoknak, hogy indulhatnak, hanem hogy akkor vissza kell oda mennem. És akkor úgy tudom beadni. Na, szép. Szép. Na, vetünk még egy kósza pillantást a neutron csillagra. Meg megyek egy kört. Körül a bolygó körül. Aj, a napelemek. Azaz. Na, jó van. Akkor igazándiból el is indulhatunk haza. Még azért megnézzük egy kicsit, kis csillagot. Közelről berakok az aksiba égetni valót. Igen, itt a neutron csillag is ad fényt. Napocska. Na, és azt a kis bolygót magunk mögött hagyjuk, ott lakik a kis herceg. Oké, fiúk, lányok! Lassan elérkeztünk, de még van idő, akkor még nem, de hát megnézzük a csillagot. De így mára igazándiból teljesült, majd legközelebb megnézzünk egy fekete lyukat is. Most az lesz nekem a haditerv, hogy hazaviszem ezt a sok unipoláris mágneszt, és megnézem, hogy berendelhető-e ilyen messzeségből a szállítmányozás. Ha igen, az tök jó lenne, egyébként nem reális, tehát hogy nagyon messze van. Tehát ha nekem ez több fordulóba telik, akkor a hajóknak is logikus lenne, hogy több forduló legyen, tehát hogy ilyen félúton ilyen megálló helyek kellenének. De tekintve, hogy ez még nincs benne, ezért lehet, hogy ez majd csak jön. De hát majd meglátjuk, hogy mi lesz. Mindenesetre ez egy ilyen kíváncsilag. Most ezt... és ott a neutron csillagot vibrál. Tehát, hogy most haza, megnézzük, hogy rendelhető-e, mert ha rendelhető, akkor minden problémánk megoldódik, vagy hát egy jelentős része a problémáinknak, és akkor elkezdhetek szépen tekkelni. Úúú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 
Jó, pályára álltam a neutron csillag körül. Átállítottam remote supply-ra. Úgyhogy elvileg azt hozhatják. Na, imen, na ez az, amit szerintem létező anyag nem bír ki, hogy egy neutron csillag körül pályára álljon. Ez a robot kibírja. Kemény. Kemény. Kemény robot. Kemény meg. Na jó, nézzünk oda. Jó. Adhara rendszer. Jövök. Pápá neutron csillag. Adhara, jövök. Na, úgyhogy ez lesz most. Folyik tovább a Dyson gömb építés. Optimalizálom az otthoni rendszereket, és nagyon remélem, hogy ezt az unipoláris mágnes dolgot tudom szállítmányoztatni. És hát így most a Dyson Sphere programmal legközelebb szerintem vasárnap találkozunk. Szerdán mindenképp valami új játékot szeretnék. Ezt a Hitman dolgot azért gondoltam át, mert szeretem a Hitman játékot is, de ezzel most szívesebben játszok, szerintem ti is szívesebben nézitek. És nem utolsó sorban a Hitman streamet nagyon nem nézte senki. Jó, mondjuk ebből lehet az is benne volt, hogy akkor a világ összes embere a streamet, és akkor így hozzám találtok el utoljára. De tehát, hogy nekem ezek a AAA játékok amúgy se feküdtek így néző szempontból. Úgyhogy így nagyjából a menetrend az megvan. Szerdán valami új játékot nézünk meg. Lehet, hogy ettől az űrhajózás témától nem menjünk messze, mert nálam van az Everspace 2, amitből szeretnék valami tartalmat már pár hete. Vagy pedig a School, illetve a... Uff, na, hol vagyunk? Félúton. Kicsivel kevesebb, mint félúton. Illetve a másik kedvenc roguelite-om, aminek most hirtelen nem jut eszembe a neve. A Dead Cells, azaz. Dead Cells. Az is kap most egy kiegészítőt, a School meg kijött Early Access-ből. Úgyhogy ez most a haditerv. Közben csinálok valami tartalmat a YouTube-ra is. Ha lesz érkezésem. Hát csak ez a jó streamelésben, ezért ilyen nagyon koca tartalomgyártás ez, mert tényleg csak leül ide az ember, aztán tolja, amit amúgy is tud, meg tolja. Jó, persze valaki, tehát kell ez egyfajta beszélőke, meg valamilyen meg technika is. De alapvetően, hogyha valakinek úgy van beszélőkéje, akkor azzal túl nagy bajok nem lesznek. És akkor vagy elkezdik nézni az emberek, vagy nem. Ezzel szemre egy YouTube videóval azért nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat el lehet szöszmötölni, meg pöcsölni, míg abból lesz valami tartalom, amit szintén vagy megnéznek, vagy nem. Csak ez meg olyan, hogy leülsz, azt tolod. A YouTube videóra meg külön idő kell, ami aztán vagy megvan, vagy megtérül, vagy nem. Jó, persze ez is, de itt legalább közben elmondod, hogy te játszol, aztán aki jön, az néz, aki nem, nem. De te játszottál. Kell egy jobb aksi. Nagyon kell. Ez kínszenvedés. De
Ha jól emlékszem, most 3 megazsúlunk van. És ezt meg tudnám még küldeni, igen, 2,4-gel, tehát hogy így majdnem rádupláznék. És csak 1000 ilyen cucc kell hozzá, az annyira nem vészes egyébként. Tehát az aksi, ez a 3000, ez sokkal durvább. Jó, persze ez kell még egy extra anyag, aminek az előállítását még nem tudom, hogy mennyire macera. Ez a... nem ez. Hú, az is azért... hol van? Hol vagy? Nem ez, nem ez. Ez kell hozzá. De szerintem ez úgy van most belőve, hogyha azt kifejleszted, akkor és maxos az aksid, tehát hogy ez az abszolút late game volt, ez a neutron csillag. De hogyha azt kifejlesztetted, akkor egy ülésre át tudsz ide jönni. Meg akkor lesz jobb akkumulátor töltődés, tehát akkor ott lesz valami nullponti energiás valami, ez a Dirac Inversion Mechanism. És akkor itt van ez a Controlled Annihilation Reaction, és itt van ez az anti-anyag üzemanyag cella. És ez 7,5 gigazsult ad. Tehát ez most 2,5-szerese a jelenlegi fullos axiomnak, amit ez az egy visszaad. De gondolom ez kell majd ebbe a mesterséges napocskába, hogy az meg fűtsön. De az biztos, hogy egy ilyen az... hát jelenleg... jó, mondjuk ez egy mini nap, de... jó, azért most már a Dyson gömbből sokkal többet ki tudok hozni. Tehát, hogy ez inkább ilyen helytakarékos. Mint sem anyagtakarékos. Tehát, hogy ennek az építése és üzemeltetése szerintem sokkal macerásabb, mint ahogy mondjuk megépítesz 10 darab ilyen Dyson gömb anyagbegyűjtőt, sugárzásbegyűjtőt. Itt vagyok a nagy, büdös semmi közepén. Ja. Mondom, de így direkt oda kirakja a retekbe a fekete lyukat is, meg a neutron csillagot is. Egy olyan legközelebb, ha generálok mapet, arra figyelni fogok, hogy a kezdőponthoz a lehető legközelebb legyen a neutron csillag, mert ez így fú. Ez így gyilkos. Na, de viszont az aksi jól bírja. Na jó van, fiúk, lányok, viszont én már akkor megköszönöm szépen a figyelmeteket. Ez volt a Dyson Sphere program, hogyha tetszett, amit láttál, akkor ne felejts el rányomni a feliratkozás gombra itt Twitchen is, vagy esetleg nézd meg a VOD csatornát, meg a YouTube csatornát, mind a kettőnek a linkjét megtalálod a Twitch névjegykártyán, úgyhogy lehet, mit nézni. És akkor legközelebb szerdán este 6-tól találkozunk, ugyanígy, és akkor valami random játék lesz, azt még kitalálom, hogy micsoda. De valami random, és akkor a szerdát megtartjuk egy ilyen random napnak, és akkor legközelebb Dyson Sphere program az vasárnap esedékes, szombaton meg Hearthstone-ozunk, ez most a terv. Esetleg olyan előfordulhat, hogy valamelyik nap így késő esti órákban, mármint olyan este 10,
11 környékén online jövök, amikor a kutya se néz, tovább igazándiból csak a statisztikát rontom. De hogyha éjjeli baglyok vagytok és érdekel, akkor valószínűleg Dyson szferezni fogok, úgyhogy nyomjátok be az értesítőt, és akkor nem maradtok le róla. Na, köszönöm szépen, találkozunk legközelebb. Előre!